összehozni, mert eléggé harcoltunk érte, még szerdán is a nagykövettel folytatta a mezőben diskurzust, mégis nem tudni, hogy mi volt az ok, ő azt mondták, hogy nem volt megfelelő a kérelem, nem tudom, lehetséges, hogy csak egyszerűen a jelenlegi vírus helyzetben nem akartak írni egy hamürvédorvos, hogy vírus már, ha új egyáltalán ez a H1N1, akkor nekik van erre valami, és mondta, hogy persze vannak ezekre már rég kiforrott akármilyen vírusra dolgaik, tehát lehet, hogy most csak ezért nem tudtuk idehozni már ezt. De a technika jó voltából azért most itt lesz velünk interneten, amit láttuk. És akkor néhány szót róla, tehát akik olvasták a Természetgyógyász magazint, ugye ott volt róla egy kis interjú, egy cikk, amit nem én írtam, bár a Természetgyógyászban az én nevemet tették oda alá. Ezt a feleségem írt egyébként, Dénes Negyedika, úgyhogy már most szeretnék itt meakulpázni, tehát az ő dicséretét is. Igen, igen, hát egyértelmű. Tehát ő írta, mint profi újságíró, tehát csináltunk vele egy interjút, és az jelenleg a Természetgyógyászban, tehát dr. Ravi Mosszról azt kell tudni, hogy egy nagyon ősi ajurvéda család sarja. Én is, tehát abban a szerencsében volt része, hogy én ismerem az édesapját is. Tehát ugye az édesapja volt igazándiból, aki Maharishival, ugye a közismertebb tanítóval együttműködve hosszú évtizedeket dolgoztak az eredeti, a legősibb ajurvédának a helyreállításán, és ugye ezt nevezik Maharishi ajurvédának, leválasztva az általános ajurvédáknak a különböző ágaitól, amit ma esetleg ma Magyarországon is ismernek. Tehát a fia Ravi erről fog majd most önöknek beszélni, hogy miben más ez, mint mondjuk egy hagyományos ajurvéd, ami ma Magyarországon is esetleg már ismer. És ugye ott a cikkben is megjelent, tehát itt ez egy olyan ősi apáról fiúra szálló tudást takar, hogy amit per pillanat vissza tudnak vezetni, az is legalább 1000 év. Tehát ez a család 1000 éve már gyógyító. Tehát apáról fiúra ezt az ősi tudást hordozzák, és ebben azért is fontos ezt kihangsúlyozni, mert ők a keralai hagyományt követik, és ma tudjuk, hogy a legősibb ajurvéda maradványok itt Keralában, tehát a közép- és dél-india környékén maradtak fenn, tehát az északi ajurvéda már ennek más vonala. Aki ismeri az ajurvédát, ez többek között abban is különbözik, hogy például északon a diagnózishoz a pulzust használják, tehát pulzusdiagnózis alapján diagnosztizálnak, ők az ősi hagyományban már ezt sem használják, ők csak ránézésre diagnosztizálnak. Jó, tehát nagyjából ezt kellene róla szólni, tudni, és akkor én most át is adnám igazániból neki a szót, és akkor megkérném, hogy kezdje el az előadásán. So, Ravi, can you hear me? Yes. So, I just quickly introduce you and also your revered family, that your family is an age-old traditional Ayurvedic family, and I introduced your father, which I was luckily I could meet him also. So, I just would like to give the talk to you so you can start your lecture and then just speak and I will translate. And whenever you would like to change the slide, right now we are on the first slide with Maharishi's picture. And then whenever you would like to change to the next slide, just please tell that next slide. Yeah, you can. Can you shift the camera towards the slide so I can see? Yeah, at the end I will show you the audience. We are about 1,000 people. Okay, fine. So, Jai Gurudev to everyone. Tehát nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Jai Gurudev, ugye ez egy hagyományos köszönés Indiában. Good afternoon to everyone. Good afternoon. Tehát nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit az ajurvédáról szóló előadáson. Yeah, I'm first of all I have to thank all of you, Erika, and all those people, and especially for you, people, those who attended our King Invitation Survivor, to know everybody. Yeah, tehát először is szeretném megköszönni a szervezőknek, Istvánnak, akik megszervezték itt ezt a konferenciát, és hát sajnálja, nem tudom végül is személyesen eljönni, szeretném megköszönni a feleségemnek, Erikának, aki ugye legalább fél évet ugye dolgozott ennek az összehozásán, és hát szeretné nekem is megköszönni, aki most itt majd tolmácsolom őt.
First of all, I should also thank it's always Maharshi Mahesh Yogi for giving such an opportunity to know about you people and also to present such an introductory thing about Ayurveda. Tehát szeretném megköszönni ugyanakkor mérő hálámat szeretném kifejezni őszentsége Maharishi Mahesh Yoginak, akivel szerencsém volt együtt dolgozni édesapám mellett, és aki az ajurvédának ezeket a nagyon ősi elveit segített, hogy én is megértsem, ha már egy ősi hagyományból jövök. Yeah, that's why we put his photo in his name itself in the beginning of our my presentation. So just like respecting it as a god, as a god. We changed our life completely from 94. Tehát amikor Maharishival találkoztam, noha már rendelkeztem ugye ezekkel az ősi tudásokkal, de a vele töltött idő és mindaz a tudás, amelyet nekem az ajurvédával kapcsolatban elmondott, az egyébként a saját életemet is teljesen átalakította. Tehát én magam is egy teljesen más perspektívában láttam rá erre az egész tudásra. Tehát ezt nagyon fontos tudni. You can explain this that I am not a professional speaker or I am not professionally doing this kind of thing. But I know what I do, that's why I am just talking. That's the way I am talking also. Just what I do and go on. That's I want to express you through this conference or this association. Tehát azt tudniuk kell, hogy én nem vagyok egy ilyen nagyon profi előadó, én inkább a gyakorlat embere vagyok, tehát az előadásom is nagyjából lekövé fog csoportosulni, és azért ez nekem is egy érdekes új élmény volt most, hogy egy ilyen előadás keretében osszam meg önökkel ezt a tudást, mert általában ezt inkább a gyakorlat szintjén szokta tenni, tehát konkrétan a diagnózis és a betegekkel való találkozásokon keresztül. So I would like to tell you that what exactly is Maharishi Ayurveda and also what is the Vedic approach to health is. Tehát amit ma el szeretnék önöknek mondani, az, hogy mi is ez a Maharishi Ayurveda, amiben más, mint a hagyományos, esetleg ismert ayurvédák, és hogy mi ez a védikus egészség megközelítés, ami már ennek egy még mélyebb ága. Maharishi always wanted to bring the nature to the people. So he introduced first the yoga and meditation. Then later he started giving the truth, the fruitful of Indian philosophy, like Ayurveda, Sarvaveda, and different Indian Vedic culture. Tehát amikor Maharishi a védikus tudás eszenciáit 50-60 évvel ezelőtt elhozta, akkor ennek a tudásnak a legalapvetőbb művészetét vagy technológiát hozta el, ez pedig a természetes meditációnak a technikája, amit transzcendentális meditáció vagy TM-nél is esetleg ismerhetnek. Ugye ez volt az első tudás, amit Maharishi elhozott, majd pedig erre alapulva, amikor már az embereknek ezzel kapcsolatban tapasztalataik voltak, fokozatosan vezette be a védikus tudásnak a különböző olyan ágait, ami már az életnek a különböző területe irányulnak, ilyen volt az ajurvéda, majd ugye most már jelen van az építészet, az tapatyavéda, a jyotis, vagy a védikus asztrológia, tehát a védáknak a különböző ágait, ami már az életnek a különböző területeit taglalja. His intention is also clear to give as much as the real Vedic knowledge so that people can become more and more settled in their mind and they get more benefit in their lives, actually to show how and why a person has to live. Tehát ezeknek az volt a célja, hogy ezekkel a kiegészített tudásokkal az embereknek mélyebben biztosítsa az elméjük, a lelkük és a tudatok lecsendesedését, és hogy meg tudják tapasztalni az élet valóságát, tehát hogy megélhessék, hogy mi is a valóság valójában, mi is az élet. In 1984, my father went to meet Maharishi and introduced our style of Ayurveda, which is called the Vedic approach to health. És ekkor volt az is, amikor édesapámmal ugye elmentünk Maharishihoz, és amikor a védának ezt az ágát, vagy az ajurvédának ezt az ágát, amit ma a védikus egészség megközelítésnek hívnak, ezt végül is Maharishinak megmutatták, és végül is Maharishival ezen elkezdtek dolgozni. This is mainly for a detoxification of the body.
Tehát ugye a legelején ugye mindannyian tudjuk, hogy Maharishi kimondottan csak a meditációt tanította. Yeah, he's saying the next slide. I already designed it. Yeah, it's already the next slide. Ayurveda is the... Tehát amit ma el fogok mondani, az az, hogy alapvető fogalmakat fogunk megismerni az Ayurvédából, ezeknek használatát, és hogy ezzel hogyan lehet az egészséget megerősíteni, és ezen keresztül magát az életet jobbá és szebbé tenni. Instead of calling it a medical science, better to call them called Ayurveda as an art of living or a health science, because it gives more importance to the diet and how a person should live, etc. And also seasonal routines, daily routines, like that. Tehát ugye az Ayurveda az magával az élettel foglalkozik, ugye benne is van a nevében Ayurveda, tehát az élet tudása, és ezért olyan praktikus információkat hordoz, amely különböző például a napi rutinnal kapcsolatosan és az életvezetéssel kapcsolatban is hordoz mélyreható információkat. It's better to call it a lifestyle. It's a lifestyle. Okay, so about history, the next slide. Yeah. It is said that it is having almost 4,000 years old, and Charaka, Sushruta, Vatraha are the three major saints who introduced Ayurveda to the public. Hát itt látjuk ugye a következő dián magának az Ayurvédának a történetét, amelyeket az ayurvédikus irodalomban olvashatunk egyébként, tehát hogy hogyan ered és hogyan kezdődött el az Ayurvédának a megjelenése. És az utolsó sorban látjuk azokat a nagy szenteket vagy risiket, ugye Charaka, Sushruta és Vagbhadra, tehát ez a három nagy risi, akihez és akitől származtatják magának az Ayurvéda tudásának a kihozatalát és az Ayurvéda irányzatoknak a kihozatalát. I'll give you some introduction, like the basic principle, the next slide, about Panchakarma Mahabhutas. I mean, in India, in Vedic literature, always we are, you know, the philosophy is depends on all these Panchakarma Mahabhutas, five elements of in the world, and also Tridoshas, you know, Vata, Pitta, Kapha, we call it as, and Saptadhatus, the seven tissues, and the Trimalas, which are the fecal matters. Tehát az Ayurveda az ősi védikus filozófiát követve ugye első pontként ugye azokat a természet és a világot felépítő alapprincipiumokat jelöli meg irányelvének, amit egyébként már ismerhetnek is, tehát az úgynevezett öt mahabhuta vagy öt alapelem, ez a tűz, víz, föld, levegő, tér vagy éter, ahogy szokták. Aztán ezután a következő kifejeződés, egy ilyen egységesebb kifejeződés, ami már a fiziológiában van, az úgynevezett három dósa, erről is ugye akik ismerik a Ayurvédát ismerik, ez a Vata, Pitta, Kapha dósa, ami a pszichofiziológiai típusokat ugye csoportosítja, aztán ennél már finomabb ugye maga, hogy már hogy fejeződik ki a fiziológia, a hét dhatu, vagy a hét szövettípus, tehát hétféle szöveti réteg építi fel a fiziológiát, és végül pedig a három mála, vagy hát azok az ilyen ürítési csatornák, amelyeken keresztül a méreganyagok távoznak a szervezetünkből, tehát a keringési cikluson keresztül. Yeah, basically these principles, if it is in the equilibrium, it is called health, and if it is not in the balance, then we call it as disease. Tehát alapvetően ezek azok az irányelvek, amelyen az Ayurveda alapul, tehát hogy az egészség ezeket a szinteket kell, hogy érintse, tehát rendet az öt alapelem szintjén, a három dósa szintjén, a szövetek szintjén, majd pedig a utolsó szinteken. The difference between our system of Ayurveda and the some other different Indian sciences, like the Nadi Vigyan, the difference I can just tell you in this form, the next slide, about Vata, what exactly the Vata is meant of. Usually we call it... Tehát például az, hogy meglássuk, hogy milyen különbségek vannak az Indiában is ma érvényes és tehát ismert Ayurvédák között. Például megnézzük azt, hogy magát a vatta típust, ami egy alapvető ayurvéda típus, a három dósából például, hogy hogyan definiálják.
some of you will be already attended, I mean, I had a consultation with Ayurvedic doctor before. And the difference what we are seeing is more in the section of Panchakarma, which is like the purification. So these are the qualities of Vata. We have to be more, we are more concentrating instead of Nadi knowledge. Tehát nagyon fontos, hogy amit ők követnek a vata típus definiálásánál, aki esetleg tanult ajurvédát, az tudja ugye a vatának a definícióját, de általában a hagyományos ajurvédában ugye a finom energia csatornák a nádik szintjén definiálják a vata típust, míg ők a pancsakarma, tehát az egész fiziológiának a tisztítása és újra a helyreállítása oldaláról közelítik meg a vata típus definícióját. Tehát itt láthatják, hogy ennek a ajurvéda szempontnak a fényében a vatát hogyan lehet értelmezni. Tehát mi az a vata típus, ami a testben kifejti a hatását. In Kerala, nobody, the traditional people especially don't take any pulse. They don't go for pulse diagnosis. These are the things like vata. If vata is increased, we say the dryness of the body, the lightness, it's cold. All these things are similar to vata disorder. És ugye ez az, amit amikor a pulzus diagnózist csinálják és a pulzusban vizsgálják a vatta állapotát, és itt látjuk a minőségét, hogy ez a testben általában a szárazság minőségét hordozza. Például a száraz a bőrünk, állandóan kiszárad a bőrünk, az azt jelenti, hogy a vatta egyensúlytalanság kialakult, a test könnyűsége, hideg, durva, kifinomult. Tehát látszik azokat a minőséget, ami magának a vatta, úgymond minőségnek a kifejeződése a testben. Just like the next slide, the pitta also. The pitta is high, usually we call it as, or rather the other way also, if the body is hot and it is more oily and it is having some smell in the body. So better to call it as pitta, if it is appreciated in that version. Tehát itt látjuk például a másikat a három közül, a pittát, amit ugye az öt alapelemből a tűz, vagy a fényen is lehet, de a tűz értékével azonosítanak a hagyományos ajurvédában is, és az náluk is hasonló a tisztítás oldaláról, a pancsakarma oldaláról, és ugye látjuk, hogy ez a minőség például ugye a bőrnek az olajosságában fejeződik ki, tehát hogy olajos a bőr, tehát itt látjuk, hogy milyen minőségekben a melegség, a test melegsége, forrósága, az is bizony. Az emésztés tüze, az például ugye a pittának a kifejeződése, tehát mint pitta például az emésztő rendszerben fejeződik ki. The same way the kapha works, so, the heaviness, I think that everything is kind of related with the kapha. So basically, if you ask whether the vata pitta kapha is actually, it is a cluster of few qualities in the body. Tehát ugye ez az a három alap intelligencia minőség, ami a teremtés folyamatának kifejeződésénél végül is megkonstruálja a szervezetünkben az összes folyamatnak majd a további kifejeződését, és hát ugye ezek azért azok az alapprincipiumok, amit az ajurvéda próbál ugye diagnosztizálni, ugye a három alaptípus, tehát a vata, pitta, kaphát és ezek a kombinációját a testben. So I can tell you how we are diagnosing. If a patient is coming with a joint pain, having a dryness in this joint, we call it as vata is increased. Tehát például, hogy hogyan lehet ezt hogyan lehet diagnózisban látni, tehát hogyha például valaki egy ízületi fájdalommal jön, száraz a bőre, állandó bőrszárassággal arról panaszkodik, akkor ez már mutatja, hogy valószínűleg a vatta kibillent az egyensúlyából, ami például az ízületi fájdalomoknak is az egyik jele, bőrszárasság. Tehát általában egyensúlyban van, akkor a bőr olajos, tehát a három dósával egyensúlyban van, akkor nem száraz a bőr. And if the patient is also having a dryness and also some heaviness in the body, vata and kapha are increased. De ugyanekkor már az is látszik, hogy egy nehézség érzet van a testében, tehát egyfajta a testét ilyen nehézkedésnek érzi, akár légúti problémái is vannak, akkor már azt is mutatja, hogy ez a kibillenés kibillentette már a kaffát is. Tehát például ugye a kaffa, az a mozgás a levegővel kapcsolatosan, az a légutakhoz csatlakozik. It's for the treatment is also it is easy to do like that because to do the treatment to get the benefit we have to do you have to use the opposite qualities which is if the body is very cold we have to give hot if the body is dry we have to give oil. És innentől már ugye nagyon egyszerű a kezelés is,
Mert ugye alapvetően a kibillent dósa az ellentéteset kívánja. Tehát ha valakinek száraz a bőre, kibillent a vatta az egyensúlyból, akkor az ellentétest kell neki adni, tehát olajjal kell a bőrt kezelni, ami utána ugye a szöveteken keresztül a vattára is hat, és ugye visszakerül egyensúlyba a bőre, tehát a visszakerül egyensúlyba a kaffa és a vata. Ha például valaki ugye állandó hidegtől panaszkodik, a teste nehézkes, légúti betegségtől, az azt jelenti, hogy a kaffa kibillent, akkor az ellentétest kell neki adni, az a tűz. Tehát akkor a testnek meleget kell adni, csípős étel, és a többi, és a többi. Tehát a kezelés is roppant egyszerű, amíg egyszer megértettük a kombinációkat, és hogy a kibillenés mit okoz, akkor annak ellentétét kell a szervezettel közölni, és akkor az egyensúly irányába viszi egyből a testet. And the selection of medicine is different, you know, there will be different potency for each oil. Sometimes it will be too hot, sometimes it will be medium moderate hot. So it's difficult to say which one is more sweeter, whether honey is sweeter or sugar is sweeter. So like that, different qualities has different, all the oils, medicated oils having different qualities. Tehát ugye a felszínen is figyelembe kell vennünk, hogy milyen típusú olajt kell maradni, ez magánál a kezelésnél derül ki és a vizsgálatoknál. Hiszen valakinek lehet szezámolaj kell, a másiknak pitta csökkentésnél mondjuk olívaolaj, vagy a többi. Tehát ezeknek az olajoknak is megvan a maga minősége, és ugye ezeket is alkalmazzák, ezeket is figyelembe kell majd venni. Aztán ami fontos még például ezen túlmenőleg a kezelésnél, hogyha például valakinek édest kell adni az egyensúly visszaállításának, akkor most milyen édes legyen, hogy gyümölcs, mint édes íz, vagy a méz, mint édes íz, tehát hogy az édes íznek milyen formáját kell adjuk, az majd a kezelés folyamatában derül ki, amikor már még mélyebben ugye a diagnózisban feltárták, hogy milyen alkombinációt billentették ki magát a dósákat. Yeah, it is both not only external, but also internal, some herbal formulation, like the oil or the ghee, if you have to give in, the ghee is quite medicated. Tehát ugyanígy például az olajat nyilván a szervezetünk belülre is beviszik, tehát nem csak kívülről. Tehát biztos tudják, hogy ilyenkor például gétit szoktunk kitapni az illetővel, a kezelés alatt álló személlyel. Tehát az olajjal ki, tehát belülről is hatunk a szervezetre, vagy a sárték más olajokat is, tehát itatnak ilyenkor az illetővel. Tehát alapvetően egy átfogó, komplex kezelésről van szó, de az elv ilyen egyszerű. Tehát ugye az ellentétes minőségekkel kezdjük kiegyensúlyozni a kibillent dósát. Okay, we can go to the next slide, which is Saptasasana, the seven body tissues. Don't need to more explain these things, it's all body fluids, blood and muscles, fat, bone, everything, including body, seminal fluid. So these are the imbalance of these things are the main cause of diseases. Tehát általában minden embernél most a következő szint, ugye megértettük az öt alaptípust, azoknak kifejeződését a dósákban, és ott már az egyensúly helyreállításának a módját, akkor a következő ugye, ami már egy kicsit a kifejezettebb szint, tehát ugye a szervezet alapvetően hét típusú szövetformában fejezi ki magát, tehát ők a folyadék, látjuk itt, ők azt is szövetnek veszik, tehát ugye van a rász, ami az a folyadék, a rakt, az a vér, mamsza izom, med az zsír, asti csont, maja az a csontvelő szövet, és a sukra az maga ugye a termékenységet hordoz, tehát az ondófeledék, hogy a nőknél ugye ez maga a petesejtek és ugye a petétbeágyazó ugye szövetrétegek. Hát ez minden embernél ez a hét alap szövetréteg ott van, tehát nincs olyan ember, akiben ez nincs jelen. Yeah, yeah, Ayurvedic, as an Ayurvedic doctor and practitioner, it's the main purpose of Ayurveda itself to maintain this tissue level in the optimal level, quality-wise and the quantity-wise. Tehát az Ayurvédának az egyik fontos... Valami... Telefon... Jó. Tehát az Ayurvédának ugye a dósák helyreállítása, de a dósák egyensúlyának helyreállítása mellett a másik, hogy ezeket a szöveteket éppen tartsuk, egészségesen tartsuk, és ezeknek a szöveteknek az Ayurvédában megvan adva, hogy milyen az egészséges, ugye kifejlett vastagságú, tehát hogy mikor egészségesek ezek a szövetek, akkor milyen mennyiségben vannak jelen. És ezért az Ayurvédának a másik, ugye a védikus Ayurvéda megközelítésnek a lépés, hogy ezeket a szöveteket a megfelelő mennyiségben helyreállítsuk, tehát hogy ha valahol hiány van, akkor ezt a szövetréteget újra növeszt a szervezet és helyreállítsuk.
can go to the next one. Similarly, it's the fecal matter. The next one is aims of Ayurveda, which is sort of keeping healthy, in a healthy person, and the other one is treating a diseased person. These are the two aims of Ayurveda. Tehát ugye a másik dia közben ezt is mondta, tehát a másik pedig a kiürítési folyamatoknak az egyensúlyba tartása. Tehát például a pancsakarmán keresztül, amellett, hogy a szöveteket helyreállítjuk, a méreganyagoknak az eltávolítási csatornáit, ugye itt látjuk a három eltávolítási folyamatot, tehát ezeknek is a helyreállítása, hogyha valakinél lesz gond, mert hiába állítjuk helyre az egyik oldalt, hogyha a másik oldalon a kiürítési folyamatban akadály van, akkor a teljesség nem fog ugye az egészségnek az állapota lejönni. És ugye a következő, az Ayurvédának a céljai, ugye itt látjuk a szanszkrit kifejezést is, ugye a svasthabhita, tehát ez az egészségesen tartani az egészséges ember. Tehát az Ayurvéd igazi célja, hogy helyreállítani az egészséget, és utána ezt az állapotot megőrizni, tehát egészség nem tartani az illető. It's a debatable thing what is exactly is health. I mean, Ayurveda is concerned about mental, physical, social and including spiritual well-being is called health, not just only a mere of, not the essence of disease. Tehát ebben a szemszögből nézve, tehát az Ayurveda nem csak azt jelenti, hogy a betegségnek az okait megszüntetni és magát a betegséget meggyógyítani, hanem alapvetően az embernek a jólétét, tehát az, amit az egészség szó is kifejez magyarul, tehát ennek utána a megtartását, megőrzését és ennek a maximumát elérés, a maximum tartását. Tehát ezek az alapvető céljai és az ehhez használt elvek, tehát ezt célozzák meg, amit az Ayurveda célként kitűz. Clearly said, prasanna atma indriya mana, like the clear mind, sensory organs and soul is called health. Clarity in soul. Yeah. Tehát itt ez azt is jelenti, hogy az egyénnel megtapasztaltatni a saját önvalóját, ugye ez az átmának nevezett fogalom, tehát az átma az önvaló, aztán ezen keresztül az elme működésének az egyensúlyba hozása, majd az elme egyensúlyán keresztül a kriya, az aktivitás egyensúlyba kerülése. Tehát az egészség nem csak azt jelenti, hogy fizikailag valakinek a teste egészséges, hanem azt jelenti, hogy a létezésének az összes síkja egyensúlyba kerül. És ezt úgy érjük el, hogy egyensúlyba hozzuk a valódi önvalójának a tapasztalatán keresztül. Tehát ezért van az, hogy az Ayurveda nem csak a testtel foglalkozik, hanem az összes réteggel egészen a végső önvalóig, amit átmának nevezünk. So who is helping? We are on the what are the causes of illnesses? So the next one is causes of diseases. Why people are getting diseases? Tehát most nézzük meg azt, hogy az emberek mitől lesznek végülis betegek. The one is ignorance means without knowing, you know, people taking not suitable food or according to the person. So there are people taking food, the wrong food in wrong time, also non-seasonal food. So those kind of things increase the imbalance in the part of the backup and social and tissue. Tehát például ilyen az egyik ilyen oka tudatlanság. Ez alatt azt értjük, hogy az emberek nem tudják, hogy például milyen napszakban mit helyes enni. Tehát mikor fogyasztjunk milyen ételt, milyen napszakban. Ha ezeket nem tudjuk, akkor ennek hatása lesz azonnal a szervezetünkre. Ugye a másik, ami fontos, ugye ezt pragya aparátnak hívják az Ayurvédában és a védikus irodalomban, ez az emlékezet elvesztése. Tehát hogy az ember már nem tudja, hogy ki ő valójában. Ugye erre az ősi hasonlat, ugye az Ayurvédában is ezt használják, hogy amikor az ember a kötelet a halvány napsütésben már nincs elég fény, kígyónak látja. És azonnal beindul egy mechanizmus, hogy kígyó, 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 kígyó. Tehát ez a másik, az emlékezetvesztés, tehát hibás felismerés. Tehát ez hozzátartozik a tudatlansághoz és az emlékezet elvesztéséhez. És az Ayurveda azt tartja, hogy alapvetően az összes betegség oka az az önvaló tapasztalatának az elvesztése. Tehát elvesztjük a kapcsolatot a valódi önvalókkal, tehát ez a végső emlékezet elvesztés, tehát amikor az emlékezetünk már nem a valódi önvalókat tükrözi. I would like to tell that the diet is directly individually. As per the person, as per their character, as per their food habits, it has to be changed. And also the area where their people are living. Tehát például a táplálkozásnál nagyon fontos, hogy tudnunk kell, hogy milyen az alaptesttípusunk. Ehhez kapcsolódóan az Ayurveda leírja, hogy akkor számunkra mik a megfelelő táplálkozási szokások, tehát mit kellene kövessünk, milyen napszakokban, milyen formában, milyen típusú táplálékokat tenni.
És például ez is, és ez változik például attól is, hogy hol vagyunk, tehát hogy milyen országban élünk, és a többi, milyen, tehát a Földnek a mély területén élünk, tehát ezekhez teljesen hozzá kell igazítani például, és ezekről az Ayurveda mind mindenről tartalmaz információkat. Just like the yogurt and the fish, if they consume in a more humid place, there is a good chance of getting allergy and skin disease. Yeah, just tell me this again because I couldn't hear you because it was a little bit noisy. Okay. Those who are living in a humid area, if they consume too much of yogurt and fish, they can get allergy and skin diseases more easily. Yeah, tehát például akik ilyen nedves, párás környezetben élnek, és ilyen helyen túl sok joghurtot esznek, akkor például nagy valószínűséggel fognak allergiát kapni. Tehát ezek a kombinációk, hogy milyen dósát fog kibillenteni azt, hogyha nem a környezethez illően és azt ellensúlyozó táplálkozást folytatunk, akkor már az Ayurveda előre tudja mondani, hogy milyen típusú betegséget fogunk kapni, allergia, aszma, és a többi, és a többi. És ugye akkor nem is lesz meglepő, hogy abban a térségben az embereknek ez lesz az általános, nagy részben előforduló betegség, és akkor ezt az Ayurveda meg tudja mondani, mivel kell ellensúlyozni, hiszen az a nedves környezet váltotta ki, és az azáltal előidézett egyensúlyvesztés. Yeah, okay. The next one is loss of memory. It means inadvertently, which means forgetting things. You know, and the doctor said they not to take this kind of thing, but he just forgot and he consumed wrong food. So that's another cause. And the dangerous one is knowingly doing wrong things like smoking and alcohol and using drugs. All those things are quite harmful for the mind and also for the body. De hát ugye az emlékezetvesztésről beszélt most ő is, tehát ez alatt jelenti azt is, hogy ugye tehát elvesztjük már a születésünkkor természetesen hozott esetleg minőségeket, tehát amikor még nagyjából emlékeztünk rá, még éreztük, hogy számunkra mi lett volna jó, de aztán az életvitel miatt ezt teljesen elnyomódik, elvesztjük, és ezáltal elkezdünk úgymond tudatlanul az elején még hibásan cselekedni, és a harmadik, ami a betegségek oka, amikor valaki tudatosan cselekszik helytelenül, például valaki dohányzik, pedig tudja, hogy káros. Alkoholt, hogy azt meg tudja, hogy káros. Tehát ezek a legdurvább szintjei már, amelyek alapvetően az első kettőnek már a legdurvább kifejeződései. Tehát a tudatlanságnak, ami az önvaló élésének a hiánya, ebből származó emlékezetvesztés, és ezáltal, amikor már szinte tudatosan az ember helytelenül cselekszik, és tudja pedig, hogy számára az káros. So, okay, then next slide we have two types of treatment. Okay, it's classification. If the disease is not so chronic and it's only acute, the small fever, cold like that, then just giving some medicine and classification is enough. But if the disease is too big, too much chronic and having longevity in the disease, and the patient is also not so helpful. So it is purification. We have to detoxify the body. Tehát a kezelésnek ugye két típusát különböztetik meg, van az a számana, ugye az egyensúlyra csillapítást is jelent, ugye a száma szóból egyensúlyba hozás. Tehát ilyenkor gyógynövény koncentrációkkal és koncentrátumokkal ugye a kibillent dósákat ezen keresztül is lehet egyensúlyba hozni, tehát a tüneteknek a csillapítása kezdődik el. Tehát amit a kibillent dósák tünetekként okoztak, ezeket elkezdik a megfelelő ugye ellentétes minőségekkel csillapítani, illetve gyógynövényekkel bevitt ide információval csillapítani. A második ugye, amikor pedig a méreganyagok tisztítása, tehát ami egyrészt az emiatt kialakult helytelen cselekvésekből bevitt méreganyag, mert ugye a betegségnek a következő szintje az is, hogy ugye ez az elmére a különböző szintekre is fog hatni, és utána már ugye akár tudatosan vagy tudattalanul, de méreganyagokat viszünk be a szervezetbe, táplálkozással és a többi, és a többi. Tehát utána a következő szint a kezelésnél, hogy ezeket a méreganyagokat ki kell tisztítanunk a szervezetből, és ugye ez, amit ugye a szóban a ugye védikus szó fejez ki. Yes, yeah, purification we call it as it's also detoxification. Is the vaccination for all kind of diseases. That's what I'm saying. Tehát hogy a tisztítással alapvetően szinte minden típusú betegséget lehet kezelni,
hiszen alapvetően minden betegségnek lesznek a szervezetben valamilyen elváltozásai, lenyomatai, amiket az ajurvéda módszereivel, tehát a tisztítási kezelésekkel ugye ki lehet üríteni, helyre lehet állítani. Okay, then you need to ask why Ayurveda is special. Tehát a másik, ami fontos, hogy megértsük, hogy miért egyedülálló az ajurvéda. Ayurveda is of course an authoritative thing in Western science in the world especially, but in India it's not, in Kerala especially. Ayurveda is not at all an authoritative thing, it's in the mainstream itself. Because of these things. Yeah, just go ahead. Yeah, so Ayurvedic recommendations actually is for individuals, for a person, for it is completely individual based. And basically Ayurveda is also believe in lack of immunity or imbalance in doshas. That's the main reason of having any diseases, not only by some external factors. You can read all these things itself. I think people are seeing all this. Felvonultatni, tehát ezért már ezek az eljárások most használhatók, még mikor a nyugati orvoslás is meg ezeket nem fedezte fel a maga a útján keresztül, de az ősi, ez a több ezer éves ajurvédikus léletokban ezeknek már megvannak az ismérvény, és azt, hogy a gyakorlatban ezeket hogyan használták, és mik voltak a hatásai. That's why Maharshi especially introduced Ayurveda in Western science. I mean, not all Western, everywhere. You know, those who are having a problem with the mind, it's not only with the mind, it's also because of the body. So only by DM, there is always, still there is some limitation. So if you have a pure body, purified body, the mind, you can do better meditation, you can do better performance. És ugye ezért volt az, amiért ugye Maharishi nagyon nagy hangsúlyt fektetett az ajurvédának a nyugati orvoslásból való visszahozására, tehát hogy ez az orvoslás elérhető legyen a nyugati feltekén, mert ugye ez megmutatja azt is, hogy az, hogy valaki meditál vagy jogázik, az önmagában persze nagyon sokat tesz, hiszen az elme oldaláról megtisztítja magát, de ennek követnie kell a test oldaláról is, tehát és ha a testoldaláról is tudunk tisztítási folyamatokat beindítani, tehát vannak elvek, amivel közvetlenül a test, a durva anyagi test tisztítható, akkor nyilván következik az, hogy ha valakinek egy tisztább fiziológiája van, annak tisztábbak lesznek a meditációja, és ha tisztábbak a meditációja, sokkal mélyebb tapasztalatokat fog kapni azokról a tudatosságokról, tudatossági szintekről, amit pedig a jóga és maga a tudatfejlesztése célul tűzött ki. Tehát azt tudjuk, hogy az elme oldaláról is hathatunk, de ezt ha meg tudjuk támogatni a test oldaláról is, akkor egy sokkal teljesebb eljárást tudunk az embereknek biztosítani, és ezért volt az, hogy Maharishi ilyen nagy hangsúlyt fektetett utána már majd az ajurvédának a fejlődésére, miután már a jogát ugye a tényleg keresztül ugye a nyugat számára ismerté tette. Yes? Yeah. So that's the next section. Also, like the patient, we are treating the patient, not the diseases. That's very important to know. I mean, it's difficult also to do even some scientific research on this kind of thing because we are not treating the disease because we are treating the patient. It's completely individual. Tehát ugye látjuk a folytatásban, hogy az ajurvéda elsősorban a betegről és nem a betegségről gondoskodik. Tehát ez a másik fontos elv. Tehát a nyugati orvoslás a betegséget nézi, az ajurvéda orvoslásnál magáról a szeméről gondoskodunk, a betegség az csak egy jelzőértékű, de magáról a betegről, a betegségről és a betegről gondoskodik, és hogy annak az egyensúly és jó közérzetének a helyreállítása hogyan alkozható meg. És olyan másik, hogy a teljes kezelést hangsúlyozza. Yes? So we are thinking about the main root cause and completely cure the disease from the basement itself. So naturally the reoccurrence of those kind of diseases are many unbeg. Tehát ezzel nagyjából az alapelveket láttuk, hogy az ajurvéda milyen alapelvekkel dolgozik, ami nagyon ősi tudásból lefektetett alapelvek, tehát ezek alapvetően megemésztett tudások, tehát ezért ilyen hatékonyak. És akkor most ennek alapján folytatnánk tovább, so we can go ahead. Okay, the next slide, the unique aspects of Ayurveda is same. It is based on Siddhanta. Siddhanta is not, it's not like a fashion, it's not
something written new. It is having almost 5,000 years. If it is only, I would say it's only a fashion, it would have finished in 10 years or maximum 15 years. So just because of the purity and the depth of knowledge, it sustained 8,000 years and still is going on much stronger. Jó, tehát nagyon fontos, ugye, hogy az egyik nagyon fontos alap, ami az Ayurveda alapszik, ugye a Siddhanta, vagy a tökéletesség. Tehát, hogy abból indul ki, hogy az ember az alapszinten tökéletes, és ugye nekünk alapvetően ennek a visszahozatala a célunk, tehát az Ayurveda, tehát a tökéletes egyensúlynak, ami valahol mindenkinek a mélyén ott van, és amely igazán kifejeződhetne minden szinten, ennek a helyreállítása célozza meg. És ugye ebből indul ki. És ennek ugye egyik lépés a mélyelettelenítés, az, hogy holisztikus megközelítés, tehát az ember és az egyén teljességét fogja magában. És ugye nagyon fontos, hogy ennek tudjuk, hogy nincsenek mellékhatásai, ezt onnan tudjuk, hogy ez egy több tízezer éves hagyomány, amit használunk, és ugye abból lettek leírva azok a gyógyító mechanizmusok, amelyeket használunk, és hát tudjuk, hogy ezen keresztül több tízezer év alatt tesztelt, tehát tudjuk, hogy ezeknek vannak-e, vagy nincsenek-e mellékhatásai. Tehát így itt látjuk ebben a felsorolásban, tehát hogy itt állnak még az Ayurveda használata és kezelései mögött. Yes? So the next one, the big classification that I already mentioned in purification. Body purification is very important for all kind of people. And this is special. I think the Ayurveda and also some naturopathy, and there are also some prolonged cleaning treatment is going on. So basically, detoxification, Ayurveda is explaining much more deeper level. Tehát ugye az Ayurveda nagy hangsúlyt tesz, ugye újra kihangsúlyozta a második lépést, a mélyelettelenítést. Tehát ez minden ember típusnál nagyon-nagyon fontos, hogy folyamatos mélyelettelenítésen vigyük át a szervezetet, tehát akár napi vagy időszakos szinten, hogy a bekerült toxikus méreganyagokat eltávolítsuk a szervezetből, hiszen ez a másik ugye súlyosbító tényező, ami a betegségeinket egyébként csak súlyosbíthatja, és utána már krónikus betegségeké miatt jár. Yes, I would like to explain one more thing about the colon cleaning. It's good to clean the whole colon cleaning is good for cleaning the whole intestine. But what about the toxins in the limbs and the, especially legs and other parts of the body? That's your main. So for that, Ayurveda, we have to collect all these toxins from different parts of the body and detoxify. Then it gives more benefit, I think. Tehát a mélyelettelenítésnél az Ayurveda figyelembe veszi a szervezet különböző pontjait, mélységeit és rétegeit, ahogy láttuk, és a mélyelettelenítés minden szinten hajtja végre. Tehát egyrészt a szervek, különálló szervek szintjén, a rétegek szintjén. Tehát itt a mélyelettelenítés az egy átfogó mélyelettelenítési folyamatot jelent. Tehát ezért nagyon fontos, és ebben is egyedülálló, tehát az Ayurveda, hogy erre megvan minden tudás. Yeah, holistic approach that next one, because the whole body is not only the body, also the house and also this astrology we are checking. So it's not only based on one small part of the body, it's the whole world we are considering. Tehát a holisztikus alatt azt is értjük, tehát hogy a maharisi Ayurveda már azzal is több, hogy az ősi Ayurvédában már szétváltak a korábban egységes megközelítések. És ugye például külön kezelték az asztrológiát, vagy a dzsotist, tehát az, hogy a személy az kapcsolatban áll a tágabb környezetével, tehát hogy milyen bolygók között él, milyen naprendszerben, és a többi, és a többi. Tehát ugye ettől is egyetemes egyébként ez a tudás, tehát hogy ezeket is figyelembe veszi, de már Indiában később ezeket szétszeparálták, és nem látták, hogy ez egy egységes tudásnak volt egy része. Tehát a holisztikus alatt azt is érjük a maharisi Ayurvédában, hogy amikor a személynek a diagnózisát csinálják, akkor a dósák és a különböző minőségeknek a feltárásán túl megnézik a dzsotis, tehát az élet térképét is, tehát a tágabb kozmosszal való ugye, együttrezgését is letapogatják, tehát hogy az illetőnek ugye, milyen kapcsolaton és milyen bolygóállás és milyen egyéb dolgok alatt született, mert ezek megint csak nagy befolyásoló hatással vannak az egész személyre, és arra esetleg bizonyos ciklusokban milyen viselkedési minták kerülnek előtérbe, és a többi, és a többi. És ugye ezt újra most a maharisi Ayurvédában újra egy egységes megközelítésben úgymond helyreállították az egykori Ayurvédának a tudását. Yes? Because of lack of time, I'm not able to explain some of my experience, especially in the holistic approach.
So, as in XN, there's no side effects with the Rapadura or benefit. And we are using mostly the natural products. We don't use any arsenic or lead ingredients. It's all herbal things we are using. Tehát mivel az idő most véges és rövid idő áll rendelkezésre, tehát nem megy végig az összes ponton, tehát most pár szót mondott azt, hogy ugye ők Keralában, amit látják is, el is olvashatják, tehát mi az a fő irányvonal, amit ők követnek ebben az egészben. Ugye Kerala arról is nevezetes, hogy ez a Indiában a gyógynövények hazája, tehát itt még minden gyógynövény elérhető, tehát olyan gyógynövényeket használnak, amit még mondjuk a 1000-2000-3000 évvel ezelőtti ajurvédikus szövegekben is leírnak. Tehát ezek a gyógynövények még mindig nőnek, elérhetők ugye Keralában, és ezért ez a gyógynövények hazája, tehát ők teljesen tiszta gyógynövény alapú úgynevezett ajurvédikus kezeléseket használnak. Yeah, and we do have an independent cytology, like the Prameha, I mean, diabetes, they have 20 types. So instead of Western Sen, they have only 2 types. So like that. But then there are some differences in cytology, and there are also concept of their treatment. Then, okay, the next one is Hedu Vridan, the disease. We are treating the cause. First, we have to remove the cause. Then we have to treat for the body. Especially the disease also. Then there are other ways also, if the toxins are inside the body, you have to eliminate from the body. That if Lato Meha short, I just move to the preparation of the treatments. I think these are, I'm sorry, these are a few detailed things. We can go to the next one. And okay, the next one is the importance of diet. That is, I think, we have to discuss a little more because of lack of time. Exactly, we have to know what exactly you can take, you know, not according to your mind. Don't feed your mind, but feed your body. We have to ask the body whether that needed for the body or not. Tehát ugye the people are not doing that. Yeah, tehát az emésztés, tehát most ugoltunk néhány diát az idő miatt, ugye azt majd esetleg akinek szeretné, azt a diát oda tudjuk adni, és kódahaza át tudják olvasni a leírtakban, mert ugye tömören összefoglalta az ő megközelítésének az alapjait. Részletesebben is. Itt most a előkészítő kezeléseknél például ugye nagyon fontos ugye az emésztés helyreállítás, hogy az ajurvéda nagy hangsúlyt tesz az emésztésre. Tehát ha valakinek rossz az emésztése, ugye akkor a bevitt anyagok biztos, hogy méreganyaggá fognak alakulni. Tehát ezért az emésztés helyreállítására teszik az egyik nagy hangsúlyt a tisztításuk előtt. És itt ugye nagyon fontos, hogy ebben például benne van az is, hogy az illetők, tehát az emberek ezáltal visszanyerjék ugye a testtudatosságukat, tehát hogy elkezdjék érzékelni, hogy mit kíván a testük, mert ugye az emlékezett vesztés, amiről beszélt, az például azt is jelenti, hogy az ember már nem figyel, nem tudatos arról, hogy a test éppen mit kíván, és pedig lehet, hogy jelzi, hogy most ezt kellene, de mégsem azt veszük magunkhoz, hogy esszük vagy isszuk, hanem amit utána tudatosan magunkra kényszerítünk. És ugye, amikor helyreállítják az emésztést, akkor az embernek ez a testtudatosság, hogy elkezdjük újra érezni, hogy mit kíván a test, ez is például helyreáll. Yeah. Sometimes people say, I like ice cream, I like chocolates, but people never ask the body whether they disturb it or they like it or not. Yeah, tehát az emberek néha azt gondolják, hogy hát én most ezt kívánom, meg ezt akarom enni, de közben nem figyelnek oda, hogy igazából a testük teljesen mást kívánnak. És ugye ez nincs rendben, akkor ebből megint ugye egy zavar keletkezhet, mert elme és test ugye nincs harmóniában, az egyik mást mond, a másik pedig mást visz be mégis, ugye, mert az elme mást kíván. Okay, then the next one is Ayurveda in Kerala. Then it's a few details things are there, what Ashtanga, what Ayurveda is, tradition, what is our tradition. I should say I'm the seventh generation doing the same thing of Ayurveda. Tehát ugye ezeket a továbbiakat esetleg már más ajurvédáknál is ugye, mert hallhatták, ugye itt látjuk azokat a különböző, ugye például ugye a masszázs, az abjanga, amit olajokkal végeznek, tehát ezek mindig az előbb készítő kezelésekhez tartoznak, amit a pancsakarmánál ugye csinálnak, a tisztító kúráknál. Itt látjuk ezeknek a felsorolását. Yeah, the next one, I mean, I think you know that we have traditional people. And as I know, I am the seventh generation doing Ayurveda. Tehát fontos azt tudni, hogy ők egy tradíciót követnek, tehát ez egy tradicionális hagyomány, és ezért továbbra is
ugye ahogy mondtam, apáról fiúra szállva, tehát ezért azt a sok ezer éves bevált hagyományt viszik tovább, tehát itt ezeket sorolta fel igazából, tehát mik azok a tradicionális eljárások, amiket az ajurvéd a szövegek is tartalmaznak, amelyeket a tisztításnál és az előkészítéseknél használnak, ami egyébként más ajurvéd a irányzatoknál is meg fog jelenni. Yeah, there are some treatments mentioned in the next slide, like purification, I mean preparation of body, like a Ashtanga massage with the leaves, with the cutting of the for the back, for different types of treatment we have mentioned. And also the fire cleaning of fire therapy, which is like panchakarma, vomiting, purification, including bloodletting, all these things. Tehát itt láttuk, hogy az előbb mondtam, ezek mind-mind kezeléseket takarnak, abjang, az az oális masszázs, aztán itt van a pizicsilla, amely egy ilyen agyagos-szerű anyaggal átmasszírozzák az egész testet például. Tehát ezek más, az ismert, már itt Magyarországon is megismertek a ajurvéda kezeléseket, ott is megvannak. Aztán a pancsakarmának egyik fontos elemei, ugye itt látjuk felsorolva, hogy a hánytatás, hashajtás, beöntés, orrfolyatás. Ugye ez például itt egy-kettő már most már Magyarországon is a Maharishi Ayurveda kezelés formájában elérhető lesz, majd ebben a végén esetleg érdekel tudok mondani, hogy például a mázia, aztán a vaszti, illetve a többi, ezek hamarosan Magyarországon a Maharishi Ayurveda vonalán elérhetők lesznek. Igen? Yeah, then the panchakarma that I also mentioned, then we can go to the major diseases what we are handling or treat here. Hát itt látjuk azokat a főbb betegségtípusokat, hogy néhányat felsoroljanak, amelyeket ezzel az ősi módszerrel és ezzel a hagyományos és a kiegészített, tehát a Maharishi által úgymond rendbetett, vagy az eredeti ajurvédához most már egyre közelebb álló ajurvédán keresztül kezelni tudnak. Tehát ebben már úgymond klinikailag is visszaigazolt sikereik vannak. Tehát itt látják felsorolva, mik azok a... amit itt is a nyugati szférán ismerhetünk, és általános betegség típusok lehetnek, amiket tökéletesen tudnak kezelni. Vagy nagyon jó. To explain like allergies, Alzheimer's, arthritis, asthma, autism, all those things are, I mean, Alzheimer's in the first early stage we can treat, but in the later stage it's not easy. Like that brain problem, also cancers, you know, to some extent we can also treat it. Tehát vannak olyan betegségtípusok, amelyeket nagyon jól tudnak enyhíteni, vagy majdnem szinte megszüntetni. Aztán vannak olyanok, ami természetesen ugye személyfüggő, ilyenek például a különböző daganatos betegségek. Tehát általában mindenkinél tudnak egy javulást elidézni, de az a személy és az ember típustól függ, és attól, hogy milyen stádiumban van, hogy az ajurvédán keresztül milyen hatásfokú lesz a gyógyulás. Meggyógyulva teljesen, vagy csak részlegesen, vagy csak javulást tudnak elérni. Tehát ez nem jelenti azt, ugye, hogy most ezeket mind 100%-osan tudják kezelni, de az biztos, hogy mindegyikben nagyon erős javulást tudnak ezzel az ősi módszerrel előidézni. Yes? Yeah, so actually we have independent pathology. So all the names may not be same in our text. And those are diseases, chronic disease in Western science may not be as chronic for us, it can be easily treatable for us. So that is, there are some difference in this kind of, even the names, you know, for easy understanding, I just put the Western names. Tehát még a nevükben is ugye néha, ugye, tehát ők másképp nevezik például ezeket a betegségeket az ajurvéda szemszögéből. Ő most csak a nyugati orvoslásból is ismert neveket írta föl, amiket önök is jobban ismerhetik. Ismerhetnek, és ahogy még egyszer kihangsúlyoztuk, tehát a kezelésükben is egyénről egyénre más-más a megközelítés, tehát ez mindig az adott betegségnél fog kiderülni, amikor valakinek ilyen tünete van, és amikor ugye átesik egy ilyen diagnózison és utána a kezelése, hogy milyen típusú lesz majd a megközelítés. Ugye ezek között van nagyon sok krónikus betegség, tehát ezeknek nyilván ezért más-más lesz a lefolyási, illetve a gyógyulási mechanizmusa. Tehát ez mindig, amikor a beteggel való találkozó van, ott fog majd kiderülni, hogy az adott problémát milyen ösvényen keresztül fogják ugye kezelni, és ugye azon belül egyénről egyénre más lesz a gyógyulásnak a gyorsasága is, de maga a megközelítés az ugyanaz lesz, ez a egyetemes ajurvédikus megközelítés. Like that, other diseases, hangovers, hepatitis. I mean, I'm also interested to note down all those things. You can just note down. I think we are running out of time.
Yeah, okay, so go ahead. Like the psoriasis, up to the early stages of psoriasis, also and post pain. We are getting very good results in the Ukraine complaints and also in diabetes. We are getting good results in blood pressure. It is not a disease, it's only a symptom of other diseases. Itt a különböző betegségekről beszélt, tehát most például mondta a szívérendszeri betegségeket, tehát maga az, hogy valakinek magas vérnyomása van, az már a tünet. De mi okozta a magas vérnyomást, az teljesen más-más és más embernél. Tehát az ajurvéd azért megy végig az összes szinten, egész az elme és a tudat szintjét is bevonva, mert az, hogy mi lesz majd a gyógyulás folyamata, ugye ezeken keresztül kell, ugye végignézzük, honnan a tünet az volt, hogy például magas vérnyomás közben. Itt viszont a diát, hogy lássák azért, milyen ugye azok a fő betegségtípusok, amiket általában az emberek ugye akár nálunk is elszenvedhetnek, tehát hogy ebben az ajurvéda ma már klinikailag is igazoltan, tehát nagyon jó eredményeket tud biztosítani, hogyha valakinek ilyen problémája van. So I just quickly go, went through the slides where you have the different diseases which could be treated by ayurveda. Yeah, then the slide and the slide, like a phase one. Usually we used to introduce Ayurveda to people and also to start an outpatient section and also an inpatient, so that people can get the benefits of Ayurveda properly. And also some regeneration program. Tehát itt majd látni fogjuk a különböző elérhetőségüket, itt fel is meg is mutatom önöknek. Vannak angol nyelven is elérhetőségük, illetve hát ugye, ahogy ígértem, ugye doktorulat el is akartuk hozni Magyarországra, tehát a jövő évben valamikor biztos, hogy ezt meg fogjuk rendezni. Tehát ezt mondtam most el, hogy tehát akit bővebben érdekel, azzal akár ilyen elektronikus formában, tehát vele személyesen föl lehet venni a kapcsolatot, illetve amikor majd eljön személyesen is, akkor természetesen ilyen, amiket most is beígértünk, ilyen konzultációkat lehet majd tartani. Bemutattunk még néhány fontos elemet, amit a Maharishi Ayurveda program tartalmaz. Itt ezt az utolsó dián láttunk erről. Lett volna a videó is, de mivel most az időnk nem engedi ezeket, most nem mutatjuk meg. So I would like to just ask the people if they have some question, because we have to finish. Yes, sure. Tehát lenne egy kérdés esetleg a doktor úrhoz bárkinek? Itt az alappal kapcsolatban, igen? Can you hear me, Ravi? Yes. So the lady asked that he saw that in Holland they have already introduced Ayurvedic knowledge and teaching methods into the curriculum of doctors, and she would like to know, you know, how deep is there, and actually every doctor can participate in these kind of teaching, you know, learning processes, that they can learn these methods and also the basic principles of Maharishi Ayurveda. I will tell them also what I know, because I am also involved in this kind of project, but you can tell also your background, because you were also there as a physician, I think. About the technician course. Yeah, and also teaching the doctors, you know, because in Holland, yes, yes, they yes, have yes. already... Even in Western countries, when I was practicing, I was getting enough doctors with full of curiosity. And also, not the medical students, I got also as a patient 4 or 5 doctors and a few medical students. So it is very interesting that people are showing interest on alternative things or Ayurvedic. I mean, it's better to call Ayurvedic. So of course, as you know, it's my duty to spread the true Ayurveda to all people. So I'm very happy to give classes on what I know exactly, what we do at home. Tehát azt mondta most el, hogy ő is tud erről, de amikor ő majd jön meg, amikor ő túrékat szervez, tehát ha jön, tehát ő maga is tart alapozó képzéseket orvosoknak, de olyanoknak is, akik egyáltalán szeretnének erről tudni, tehát nem orvosoknak is. De nagyon sok ugye, például Horvátországban már most tudom, hogy van neki
sok tanfolyamat, tehát ahol orvosok is vesznek részt, de visszatérve a Hollandra. Tehát Hollandiában ugye a Marosi Védikus Egyetemünkön van egy klinika, ahol folyik orvosok képzése, ajurvéd orvosok képzése, illetve itt Magyarországon egy pár hónappal ezelőtt volt már egy alapozó képzés orvosoknak, de nem orvosoknak is, ami egy több éves képzés lesz majd több lépcsőben, és aki azt elvégzi, az Marosi Ajurvéda orvos lehet. De alapvetően magát azt, hogy Marosi Ajurvéda orvos, azok fogják megkapni, akiknek van nyugati orvosi diplomájuk is. Tehát nagyon fontos, hogy nálunk ez a kettő már össze van vonva, tehát az orvos, hagyományos orvos képzés van kiegészítve ezzel az átfogó képzéssel, hiszen itt ebben nem veszik be azokat az alapvető anatómiai ugye, képzéseket, amit egy orvos egyébként megkap, mert arra nincs idő. Tehát ezért ugye magát az ajurvéda, a Marosi Ajurvéda orvost általában azok kapják meg, akiknek van egy orvosi alapképzettségük is. De aki nem ilyen, az is megkaphatja ezt a képzést, és alapvetően a tudással rendelkezik, praktizálhat, csak ő nem olyan szinten fogja nyilván ezt tudni, mint mondjuk egy orvos. Tehát alapvetően, mint orvos, ő nyilván nem fog tudni olyan szinten praktizálni. Egyébként azt szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy Magyarországon tervezzük az egész európai Marosi Ajurvéda orvosi képzési központot. Tehát itt lesz egész Európának egy orvosi egyeteme, ami ha minden jól megy, olyan két éven belül felépül. Hát akkor nem Hollandiában lesz, hanem itt Magyarországon lesz. Mégpedig a Horányi-szigeten lesz az egyetem felépítve. Jó? Tehát ez egy érdekességként. So, at the moment we have to finish, Ravi, because we don't have more time. So, okay, thank you for your kind attention and thank you that you made your available for us. And then I will tell to the people if they would like to ask you or to have some consultation via internet, then we will contact you and then you will and then you have the possibility. Thank you very much. Yeah, unfortunately I could not come there, and I wish you all good health and live healthy and die healthy. I should say that if you can live without good medicine, that's the bliss of what we can hope for you. So just. If you have any doubts, please contact. And I'm very free to explain what we know or what we do. Thank you very much. Thank you for listening. Thank you very much. Köszönjük. Ugye milyen érdekes, hogy a téma óriási, de nincs itt az élet, nincs itt az ember, az arc, és egyszerűen nem ugyanaz, mint hogyha itt lett az ember. Ja, de azért próbáltuk, köszönöm. És én nagyon sokan Dino miatt jöttetek, és a Dinóból lesz kevesen, mert... Nem, azért összerakjuk ezt. Összerakjuk ezt is. Ja. Most már az idei úrhoz nem tud kérdezni, de parancsoljon. De vannak ezek, most újra, sőt most már még mélyebben, mert most már még komolyabb szinten vannak, úgyhogy erről fognak tudni. Ugye ez volt az egyik többek között, hogy most újra itt is már, ugye Jakab Pista barátoknak a köszönhetőleg és a többi szervezőknek ugye hallhattak róla. És ahogy mondtam, meg is szervezzük, hogy a doktor úr ide tudja jönni, illetve más ugyanebből a hagyományból orvosok. Ugye mert mindegyiknek vannak más specialitási is, ő csak annyiban érdekes, hogy ő az átfogó teljes tudást tudja. És visszamenőleg, tehát ezekről fognak hallani, meg a megfelelő fórumokon fognak tudni. És nagyjából ennyit szerettem volna hozzá tenni, és annyit mondott a doktor, hogy sajnálja, nem tudott elni személyesen a víz a probléma miatt, de kíván mindenkinek jó egészséget, sok szerencsét, boldogságot az életben. És hogy remélj, hogy majd hamarosan személyesen is tudunk találkozni, és ha bárkinek bármilyen olyan problémája van, amit esetleg szeretne vele megosztani, vagy szeretne ezügyben esetleg tőle kérdezni, és nem akarja megvárni, amíg személyesen jön, tehát akkor majd beszélünk, tehát akár velem, vagy majd itt Istvánon keresztül lehet kontaktust tartanunk, és akkor megszervezzük, hogy esetleg internetes formában önök konzultálhassanak a doktor úrral. Egyébként már két páciensünk van, aki interneten keresztül konzultált vele, és egyébként így is nagyon jó eredmények vannak. Tehát azért ez megoldható, ide mennyire a szín szelesőre. Na, hát akkor én most közben átvenném vissza a hangot magamnak. 12-es? Igen, 7-12.
kérem, voltam, jó? Na hát akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és akkor gyorsan én is bevégezném az én előadásomat. De én úgy szoktam, hogy már az elején elmondom a lényeget, és utána már csak kibontom a többit. Tehát így lesz most is, és ráadásul most a lényeget egyből egy közismert filmen keresztül fogom nektek megmutatni. Ugye mindannyian láttátok, gondolom, a Matrix című filmet. De ezzel fogjuk kezdeni, mert ugye Jaki most azt a címet találta ki nekem, hogy mi az élet, misztikum vagy valóság. Ha jól sejtem, ugye, ha jól emlékszem. Ez az előadásom címe. Tehát akkor kezdenénk ezzel a kis mozival, jó? Hát szombat van, délután van, hallottak már nagyon tömény előadásokat, én mindig a lazaságot szeretném hozni, hogy már tőlem megszoktátok. Úgyhogy kezdenénk akkor ezzel a filmmel, jó? Ebből bontanánk ki, és ebből szeretném kimondani nektek, amit mára terveztem erre a címre. Csak közben ezt is lezárjuk, hogy ne legyen. Jó, és akkor csak annyi, hogy mindenki kényelmesen hátra dől, és akkor megnézzük ezt a részt. Ja igen, a jogok miatt, tehát remélem a mozijegyeket mindenki megvásárolta kint a belépéskor. Most már így jó lesz. Szellemi kivetülése digitális valódnak. Erre meg kell figyelni. Szellemi kivetülése digitális valódnak. Ez nem valóság? Mi a valóság? Hogy határoznád meg? Mivel? Ha arról beszélsz, amit érzel, amit szagolsz, ízlelsz, látsz, a valóság csupán, az agyad által megfejtett elektromos jel halmoz. Ez az általad ismert világ. Ahogyan a 20. század végén létezett. Most már csak része egy neurointeraktív szimulációnak. Neurointeraktív szimuláció. Ez a Matrix. Eddig álomvilágban éltél, Neo. Ez a világ, ahogyan ma létezik. Isten hozott a valóság sivatagában. Hát Isten hozott benneket a valóság sivatagában. Na, szóval ebből indítottam volna ugye az egészet, mert itt elhangzott, ami a lényeg. Egyrészt hányan láttátok a filmet azóta, hogy most itt láttátok egy részét? Szuper, majdnem mindenki. Jó. Hányan gondolkoztatok el ezután, amit többek között, amit hallottatok arról, hogy hoppá. Hányan gondoltátok ezt végig? Na, ez már jó, kevesebb, de jó. Na, azt jelenti, hogy valaki figyelt is a film alatt. Most miért fontos ez számunkra? Ugye a kérdés az volt a előadásom címében, hogy mi az élet, misztikum vagy valóság. Ugye Balogh Béla?
Igen. Balogh Béla kolléga barátom itt már beszélt dolgokról. Én ezt csak tovább folytatnám, bár ő azt mondta, hogy az agy nem termel gondolatokat, erről egy kicsit vitázhatnánk egymással, de most ezt nem teszem meg, mert ugye ez alapján ugye az agy is csak egy vetület, tehát az anyag nem anyag. Az agy nem anyag. Tehát igazából mi az, hogy anyag? Ugye mi az, hogy anyag? Ugye azt veszük, és akkor veszük ezt a hasonlatot, ugye, hogyha az életről beszélünk, és ugye az életet anyagi oldalról veszük, ugye mi az anyag? Egy érzet csupán. Egy érzet csupán, amelyet idegi aktivitások halmaza reprezentálott bent valahol, és utána azt mi érzékeli, senki nem tudja. Mi az, hogy tudod? Itt hallottunk sok mindent, de ugye azt mondjuk a tudatról, hogy energia, az már nem a tudat, mert az energia is egy észlelés. Egy észlelés, egy érzett terméke. Tehát még mindig lesz valaki, aki érez, aki észlel energiát, információt, bármit. Tehát ha megállok ott, hogy az energia csak a végső valóság, akkor nem tettem még nagy lépést, csak egy finomabb lépést tettem a többihez képest, mert most azt mondom, hogy nem anyag van, hanem energia. De hát akkor mi az az energia? Megint olyan tartottuk. Ki észleli az energiát? És ugye itt jön be megint a nagy kérdés, hogy az egész csak egy érzet, egy észlelet, ami igaz, hogy kötődik ehhez a berendezéshez, amit ugye Neonál is bemutatott neki ugye Morpheus, hogy ilyen idegimpulzusok halmaza, de az az idegimpulzusok halmaza, hogy a fenébe áll össze azzal, amit ti valóságként érzik? Már most valljuk meg őszintén, halljátok a hangomat, remélem. De igazándiból ez bent valamilyen aktivitások halmaza, amely valamilyen formában információt hordoz, az információ áll össze a fejetekben, a tudatokban egy hangélményé. Aztán itt kint, idézőjelben kint mi történik, hát ki a fene tudja? Hát most én nem menném megkockáztatni, hogy én tudom. Tehát itt jön be, ugye, amiről Neónak beszélt a Morpheus, és hát ez a nagy igazság. Amíg, és ezt már több előadásban is kihangsúlyoztam nektek, hogy amíg legalább halvány sejtésünk nincs arról, hogy ki az a végső észlelő, aki észleli önmagát és észlel minden mást, addig a valóságnak nevezett sivatagban kóborlunk. És néha szomjasak leszünk, és néha inni akarunk, néha kiszáradunk, és a többi, és a többi. De fogalmunk sincs, hogy ki észleli ezt az egészet. És akkor nézzük azt, hogy ugye az anyagi megközelítés oldaláról mondjuk valaki rettentően materiális, és azt mondja, hogy de mi már tudjuk a végső valóságot, és az nem misztika, semmilyen misztikum nincs bele, konkrétan le tudjuk írni, mi az anyag, és a többi, és a többi. Jó, akkor nézzük meg ezt, és hogy ugye, amit Balogh Béla is mondott, ebben teljesen igaza van, hogy az anyag produkálja a tudatosságot, a tudatosság jelenségét. Oké, szuper. Vegyük fel ezt a nézőpontot. Nézzük, hogy tényleg igaz ez, és tényleg az anyag oldaláról lehet a tudatosságot reprezentálni, amit Balogh Béla is ugye elkezdett nektek kifejteni. Ha az anyag produkálja a tudatosságot, akkor a tudatosság folyamata az önérzékelést jelent. Azt jelenti, hogy valami képes önmagáról úgymond észleletként információt hordozni vagy észlelni. Tehát ha az anyag hozza létre a tudatot, és az anyag ezáltal öntudatossá tud válni önmagáról, akkor egy nagyon érdekes helyzetbe kerülünk. Ugyanis, tehát ahhoz, hogy az anyag tudatot produkáljon, az azt jelenti, hogy öntudatos anyaggá kell, hogy váljon. Ez azt jelenti, hogy valamilyen formában, még hogyha az ő rá jellemző információt egy másik anyagi struktúra hordozza, és jelen esetben az agyam, az azt jelenti, hogy a kettő között kell, hogy legyen valamilyen olyan kapcsolódás, hogy az egyik anyagnak nevezett valamiről a másik egy információt tud tárolni, mely információt utána egy folyamat révén egymással kölcsönhatva érzékelni tudják, és így az egyik anyag észlelheti önmagát, a másik anyag meg észlelheti a másik anyagot. Remélem tudtátok követni a halandzsámot. Tehát ezt jelenteni, hogy az anyag öntudatra tud ébredni. Oké, tehát az agyamban lévő anyagi struktúrák, nevezzük ezeket neuronoknak, ezek kölcsönhatása valamilyen formában információt tud tárolni arról, ami kint van az anyagról, ezáltal az anyag öntudatára tud ébredni, de ez visszafelé is érvényes, tehát az én agyam így tudatos önmagáról. Ha ez így igaz, akkor az anyag az alapvető állapotában már ezt valamilyen szinten ugye
hordoznia kellett, tehát az ősrobbanás pillanatában az anyagnak már rendelkeznie kellett egy olyan sajátossággal, ami majd képessé teszi arra, hogy információt tudjon hordozni, információt tudjon reprezentálni önmagáról vagy egy másik anyagról, tehát hordoznia kell egy olyan minőséget, ami információ. Na most, az információ az viszont nem anyagi. És akkor egy nagy dilemmába ütköztünk. Mert van valami, ami egy nem anyagi dolgon keresztül lehet öntudatos önmagáról, mindegy, hogy azt az információt egy másik anyagi struktúra fogja jellemezni vagy hordozni, esetben például az agyunk, de ami benne van, amit hordoz, az nem anyagi. Hoppá! Akkor itt elértünk egy olyan ponthoz, ami belép a misztikumba, mert ugye mi a misztika, ha veszük a szó szerinti, ugye értelmezünk kéziszótárbeli fordítását, titokzatos, megmagyarázhatatlan. Most az információ az valami ilyesmi, van és nincs és fogalmunk sincs mi az, azt tudjuk, hogy anyagok hordozzák, anyagok viszik, közvetítik, de látjuk, hogy az anyag a kezdeti állapotában is valamilyen formában már hordoznia kellett ezt, hogy majd információt tud reprezentálni. Tehát lesz a környezetében valami olyan, ami nem anyagi. Ha viszont van a környezetében ilyen, hogy nem anyagi, akkor viszont felmerül a kérdés, hogy mivel maga az anyag csak egy nem anyagi minősége, és az információ keresztül lesz tudatos önmagáról, akkor mi a biztosíték arra, hogy maga az anyag nem szimplán csak egy információ? Remélem, itt ezen a késő délután tudtátok követni az a fejtésen. Tehát az anyag, ami majd egy nem anyagi dolgon az információ lesz önmagában tudatos, mert hát ezt jelenti azt, hogy az anyag fogja létrehozni a tudatosságot. A tudatosság az az, hogy valamit érzékelni leszek képes. Érzékelek valamiről valamit, információ. Oké, hogy ezt két anyagi minőség reprezentálja egymásból, de valami olyasmit fog hordozni, ami viszont nem anyagi. Mert ugye erről a tárgyról nem a tárgyat látom, hanem a tárgyról szerzett információ, ami az agyamban valamilyen formában reprezentálódik. És az az információ az, amit én ennek a tárgynak vagy anyagként érzékelek. És ezt az anyagnak kellett létrehozni ezt a minőséget, akkor az anyagnak kellett rendelkezni ezzel a képességgel. De ha ezzel a képességgel rendelkezett, akkor eljutok egy olyan minőséghez, csak ismétlem önmagam, de hogy még jobban megértsétek. Tehát, hogy információ lesz önmagáról. Ha információja van önmagáról, akkor egy olyan minőséget hordoz önmagáról, ami nem anyagi. Tehát, ha egy anyagi valami, egy nem anyagi dolgon keresztül lesz csak és lehet önmagáról tudatos, akkor azonnal a szimpló logikán keresztül felvetődik a kérdés, hogy egyáltalán az a valami létezik-e egyáltalán. Mert hát, ugye, ha én birizgálnám az agyamat mesterségesen, be tudnának nyúlni és ott masszírozgatnák valakik, akkor úgyis lehetnének élményeim, és közben nincs kint semmi. Ezt ugye elmeséltem. És ugye erre mondtam azt, hogy azért nem teljesen jogos azt mondani, hogy az agy nem produkál gondolatokat, mert hát sajnos, vagy nem sajnos, de a hadseregben, meg nem csak a hadseregben, bizonyos laboratóriumokban, jó magam is láttam ezt, én nem ültem bele a székbe, de láttam. Tehát vannak már olyan gépezetek, amikkel mesterségesen tudnak, mesterségesen előállított idegi impulzus mintákat rálőni az agyra, és az agy egy bizonyos aktivitást ezáltal fölvesz, és az ember olyan dolgot lát, ami nincs ott. Jó, mondjuk ezt úgyis meg lehet ugye csinálni, hogy valaki megiszik egy néhány felest, vagy bevesz néhány halucinogén drogot. Ott ugye ugyanaz a jelenség úgy következik be, hogy a kémiai aktivitását az agynak megváltoztatjuk, és ezáltal egy kicsit másként kezdjük el érzékelni a valóságot. De ezt tudjuk csinálni most már egy gépezetekkel is. Tehát azért, hogyha az agyon keresztül nem érhetnénk el a gondolatot, ahogy ezt ugye mondta Béla, az egy kicsit gond lenne, mert az anyag, tehát az agy az egy közvetítő apparátus, és most láttuk, maga az agy, igazából az sem anyag. Csak egy gondolat. Csak egy gondolat. A gondolatot kéne megértenünk, hogy mi a gondolat. És honnan ered. Na, ahol eljutottunk, az a következő stáció. Anyagi tudomány azzal szembesült, hogy nem anyagiból lehet csak levezetni az anyagot, mert minden, amit érzékelünk, amit anyagnak hiszünk, amit a tudós a kísérletekben csinál minden, az sajnos, ha tetszik neki, ha nem, érzékelés útján jutott el hozzá. Én még nem láttam egyetlen olyan részecske gyorsítót sem, ha valakiért látna, az a szóljon, el fogunk menni együtt megnézni, amely maga állította volna össze a képleteket, meg a kísérleteket, anélkül, hogy ott lettek volna a működő fizikusok. Tehát ilyet még nem láttam. Az jó lenne, sok fizikus örülne ennek, ha már nem kéne csinálni, mert felvenni a fizetést, a gyorsítóra csinálná a munkát.
de ettől függetlenül ilyet még nem látunk, és olyat sem látunk, hogy egy mérő műszer magától kitalálja, hogy hogyan lehet órafotókat csinálni, majd ezt tudatja, eljön hozzánk, és tudatja velünk, becsenget, és azt mondja, hogy itt vagyok én, órafotó gépezet, így kell órát fotózni, ilyet sem láttatok még, gondolom. Tehát minden berendezés, ami az érzékeléseinket tágítja ki, érzékelő, tudatossággal bíró lények, kreálmánya, ami azt jelenti, hogy a gépbe bele van kódolva az ő érzékelési mechanizmusa. Mert ugye ezt már mondtam nektek itt többször, és ezzel nyugodtan mindenki, minden fizikust azonnal úgymond elgáncsolhattuk, amikor nagy bőszen elkezdi nektek mondani, hogy mondjuk ha bekerültek a vágó szkeptikus műsorába, akkor ha megkérdezi, hogy na, bizonyítsa nekem, hogy meg nincs szükség a tudatra, és hogy egy fizikai képletben, meg egyebek, meg egyáltalán a fizikai mérőműszerek nélkül is el tudják végezni a méréseket, akkor csak ezt kell neki elmagyarázni, hogy látott-e már olyat, hogy egy ceruza föláll az asztalon, majd leír a Schrödinger egyenletét. Nem nagyon láttunk még ilyet. Olyat sem láttunk, hogy szimbólumok maguktól jelennének meg a papíron, majd elmondják nekünk, hogy én vagyok Schrödinger egyenlete. Én ilyet még nem láttam. Olyat láttam, hogy egy emberi tudatosságból megjelenik ilyen egyenlet, mert Schrödinger például így fedezte fel az egyenletét, hogy utána megjelent, majd utána rájött, hogy mit látott meg. És ezután elkezdett hosszú éveket tölteni azzal, hogy hogyan is jelenik meg az emberi gondolat a tudatban, tehát ezért Schrödinger már az utolsó évtizedeit a tudatossággal foglalkozott, a megfejtésével foglalkozott, töltött, hiszen a kvantummechanika, ahogy már többször is hallottátok, az már elég erősen beletrafál az emberi gondolkodás és érzékelésnek a tartományába, nem lehet elszeparálni a kettőt. Tehát ha felteszik ezt a kérdést, akkor csak ezt kell neki vissza reflektálni, hogy látott egyetlen olyan berendezést és amely a személy dombon összeállt, majd bemutatkozott önnek, hogy vágó úr, én egy CTG vagyok. Nem igen láttunk. Van esély egyébként, meg is mondom önöknek mennyi. 0,33340, majd egy 1-es. Ennyi a valószínűsége annak, hogy mondjuk egy tekintélyesebb szélvihar, mondjuk egy roncstelepen összerakjon egy röntgengépet. Van esélye, de igen pici. Na most, hogy ebből egy legyen, hogy tényleg legyen röntgengép, ahhoz kell egy tudatos létező, egy felfedező, aki felfedezi azt, hogy lehet ilyet csinálni, összekombinálva dolgokat. Na, de hát ki kombinálta azt? Ki rakta azt össze? Hát az ő tudatában jelent meg az egész. Tehát részt vesz a fizikában a tudatosság? Hát hogy ne venne részt? Részt vesz a tudományban a tudatosság? Hát hogy ne venne részt? Senki sem alkotott még képletet öntudatlanul. Hányan alkotatok képletet öntudatlanul? Hányan észleltetek egyáltalán valóságot öntudatlanul? Hányan? Tessék jelentkezni. Így van. Öntudatosság nincs, semmi nincs. Öntudatosság láttuk egy nem anyagi minőségből származtatható, a információ is lehet öntudatos magáról. Ez viszont sajna, tetszik, nem tetszik, nem anyagi, vagyis misztikum. Vagyis az egész fizika, az egész anyagi tudomány mi alapszik? Misztikum. Nagyszerű. Akkor most fordítunk a képen. Előveszünk az ezotérikusokat. Hányan vannak itt, akik az ezotéria útját járják? Nagyszerű, mindenki remélem, jó? Nyugodt, bátran tartsátok fel a kezeteket. Azért már most titeket foglak egy kicsit megforgatni. Na, most a tudósokat rendbe tettük, most nézzük az ezotérikusokat. Oké, ezotérikus azt mondja, hogy csak a tudat létezik, csak a nem anyagi valóság van, és ez hoz létre valami olyasmit, ami anyagnak tűnik. Na, itt van az első probléma. Hogyan csináljunk nem anyagiból anyagit? Na, itt jön az ezotériának a gondja. Mert hát, ha van valami, ami nem anyagi, abból hogyan lesz valami olyan, ami anyaginak tűnik? Hát, ez egy bazió kérdés. Ezt végig kéne járni. Na, és akkor itt látszik meg az első összekapcsolódási pont, hogy miért kell tudósnak és ezotérikusnak kéz a kézben összekapcsolódni, ölelkezni, főleg ha fiú és lány az ezotérikus, akkor különösen érdemes nekik ölelkezni, esetleg még más dolgot is csinálni, akkor a végső valóságot még jobban megismerhetik. Szóval a lényeg az, hogy miért kell nekik összeölelkezni, mert hát itt sajnos az ezotériában csak a tudomány segíthet, mert a tudomány viszont felfedezte, hogy hogyan kell nem anyagiból anyagit csinálni.
hogyan kell a semmiből anyagot csinálni, ugye biztos hallottátok a vákum gerjesztés és a többi, ezeket ma már tudjuk. Megfelelő energiával ki kell billenteni valamit, amiről viszont tudjuk, hogy ez az energia, ami kibillentett igazándiból egy tudatossági folyamatnak a következménye, mert hát azt a berendezést, ami az anyagi billentést csinált, azt egy tudatos fizikus rakta össze, tehát valamilyen szinten a tudatosságban részt vesz benne, én is már dőlök át a misztikumba. Tehát minden téren így összekapcsolható, tehát itt már van egy olyan leírás nekünk, ugye, ami elvezetett bennünket a misztikumba, és ugye ott van egy olyan, hogy elvégből a nem anyagiból lehet anyag, itt kezdtük megérteni, hogy a tudatosság lesz ebben a kulcskérdés, és akkor itt tudom segíteni az ezotérikusnak, mert akivel meg tudjuk mutatni, hogy igen, valóban lehet egy olyan nézőpontot felvenni, hogy a abszolút nem anyagi, abszolút létezés hogyan lehet úgymond tudatos önmagáról, majd ezen keresztül, mint létező, úgymond tudatos, mint egy formai létező, és ezáltal végül is tudatos egy anyagi létezésről, amiről beszélt Béla és különböző síkokon, frekvenciákon, egyebeken. Csak itt mindig fel kell azokat a kérdéseket tenni, ki hozza létre azt a frekvenciát, miért pont azt a frekvenciát hozta létre, miért pont ennyi frekvenciát. Ezek mind a tudatosság kérdéskörébe tartoznak, és ezen belül is az öntudatosság kérdéskörébe. Ami nem tudjuk. Szerencsére már tudjuk, azt majd egy másik előadáson elmesélem nektek, mert annyi időnk már nincs. Az öntudatosság bennlétét, mi az, hogy öntudati? Természetesen az öntudatnak nem azt ért, amikor most a hangomat halljátok, ez az öntudatnak csak egy síkja, egy dimenzióra. Az öntudatosság meg egy kicsit nagyobb foka, ahol egy kicsit több mindenről is vagytok egyszerre tudatosabb, de öntudatosságon van szó. Tehát mi az az öntudatosság, ami alapvetően a semmi sajátossága, hogyan lehet a semmi önmagára öntudatos? Ezt akár matematikailag is majd el fogom nektek egyszer regélni. Nagyon gyönyörűséges, néhány ettől, amikor ezen gondolkoztak a matematikus kollégák közül, aztán bekerültek az elmegyógyés intézetbe. De az a lényeg, hogy matematikailag is most már erről fogalom alkotható, hogy a semmi hogyan tehető öntudatossá, bizonyos kis érdekes tulajdonságon keresztül. És akkor ez sikerült, akkor mivel a semmi öntudatos önmagáról, akkor már a semmi valami, ha semmi valami erről nyilván reprezentációja lesz, információja lesz, tehát az az információ akkor már valami. Ha már van valami, akkor az már kézzelfoghatóvá is tehető. Egy picit még ha mozdítok rajta, és akkor már van a semmiből olyan érzetem, ami anyaggá tehető. És akkor hol találkozunk megint? Akkor megtalálkoztunk a tudóssal, ahol ő kezdte az egészet. Mert ő meg az anyagból próbálta megérteni, hogy ki érzékeli az anyagot. Az ezotérikusnak meg azt kell megérteni, hogy az érzékelő hogyan érzékelhet anyagot. A kettő kéz a kézben jár. És az nagyon fontos, hogy ma ebben a stációban vagyunk, hogy egyik fél sem hagyhatja ki a másikat, egyik fél sem hagyhatja szem elől a másikat, és csak egy közös együttműködésben lehetséges a tényleges végső valóságnak a leírása, és ezelől már nem lehet elbújni. És akkor a kérdés, hogy az élet misztikum-e vagy valóság, hát erre egy választ tudok nektek adni, egyszerre misztikum, és egyszerre valóság. Ennyi lett volna a mai kis ilyen lecsendesítő mesém nektek, a Matrix-a bevezetve, és akkor inkább, ha lenne kérdés ezzel kapcsolatban, akkor kicsit még taglalhatunk egy-két fontos mozzanatot a logikai eszmefutatásomból. 104 vagy a 106? Igen. Jó, na most erről, tehát a kérdés az, hogyha tudatban az anyag öntudatos lehet önmagáról, akkor végül is elvégben anyag nélkül is öntudatos lehet önmagáról, tehát én értem ugye a halál után, tehát hogy az öntudatosság fönnmaradhat. Roppant egyszerű, nem kell semmilyen nagy kacifántos dologba belemenni. Egyrészt már megértettük, hogy az anyag, mint olyan, létezik is, meg nem is, az anyag alapvetően információ. Mert anyagot csak érzékelés után, és anyagról, vagy bármi, ami anyagilag tűnik, az öntudatosságunk révén
egyfajta információ formájában szerzünk tudatosságot. Aztán, hogy az információ olyan keletkezik, hogy egyébként mondom, ez most egy kicsit hosszabb téma lenne, az a lényeg, hogy az öntudatosság tudja ezt is létrehozni, mert hát az öntudatosság mit csinál? Tapasztalja önmagát, ha tapasztalja önmagát, információja van önmagáról, ha információja van önmagáról, akkor létrehozta az információt, ha van információ, akkor már megteremtődhet az információ és az információ érzékelője, az információ lesz az anyag, amit az információ érzékelő érzékel, és már ott is vagyunk, ahol most vagyunk. Igen, tehát végigfutatjuk a logikai láncolatot. Na most, mivel csak információ létezik, mert az egész valóság csak információ, láttuk neuronál, tehát az, hogy van-e kint valami, amit anyagnak nevezhetünk el, vagy sem, teljesen lényegtelen, mert mesterségesen is tudnék nektek csinálni ilyen képeket, majd egy kicsit többször járunk majd ide, akkor csinálunk egy-két ilyen kis kollektív, holografikus illúziót, amikor esetleg hirtelen más ruhában fogok itt lenni, vagy lehet ruhátlanul. Szóval a lényeg, hogy ez már egy kicsit több összehangolódás után már ezek a mozik eljátszhatók. Néhány ilyen parafenomén csinálja, és ezt ugye kollektív hipnózison keresztül, de az nem pont ugyanaz, amiről én beszélek. Szóval a lényeg, hogy visszatérve a halál. Tehát, mert csak információ van, a fizika mit mondva, minden megmaradási törvény alapvetően az információ megmaradására vezethető vissza, hiszen minden csak információként létezik. Az információ örökké létező, megmaradó mennyiség. A tudatos létezésem, a gondolataim, minden egy információ halmaz, ezeket már tudjuk, ilyen holografikus szerveződésben tárolnak meg, és mivel ez az információ együtt folyamatosan megmaradó, tehát lényegtelen, hogy anyagi testem van vagy sincs, hiszen az anyagi testem sem egyéb egy információnál. Az, hogy ez a fajta információ egy időre eltűnik, nevezzük ezt halálnak, attól függetlenül az az információ, amit én magamként éltem meg, az nem tűnik el, nem tűnhet el, hanem az információ megmaradó mennyiség, miért megmaradó mennyiség, mert ki hozza létre az öntudat folyamata. Az öntudat pedig a végső valóság. Az önészlelés folyamata a végső valóság, így ezt hívják az ősiratokban átmának, önvalónak, határtalan tudatosságnak, végtelen tudat terének, csak a tudat létezik egyébként, mivel csak ez van. Ez egy éber koncentráció mag, amit érzékelt valaki fényként, bármiként, meg szívben, meg bárhol, igazából ezek is teljesen lényegtelenek. Egy éber tiszta tudati pontként ragyog mindenki a tudatban, és ez mindenhol jelen van. Amikor ezt erre ráébred az illető, akkor ráébredte arra, hogy ő alapvetően most maga a tudatosság, mivel csak ez van. Hiszen minden, ami van, az ezen keresztül lehet, mert máskülönben nem érzékelnénk, mert minden csak érzékelés folyamataként áll elő. Máskülönben nem tapasztaljuk, ez az öntudatlanság. Ha van, akkor az azt jelenti, hogy ez az önészlelési folyamat tekinthető a végső valóságnak, mivel ez folyamatosan kreálja önön létezésének információját, ezért örökké való. És amikor erre rájön az illető, akkor természetesen tudja, és érdi, hogy haltatlan.